hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kori Kortárs Nemzeti Múzeum Lánchíd egy kicsit másképp című kiadásának a sajtótájékoztatóján. Köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és népszerűsítik a nem sokára nyíló tárlatunkat. Szeretném bemutatni Chesung Hyun, a Kórei Kortárs Nemzeti Múzeum programigazgatóját, dr. Erős István, tanszékvezető egyetemi docens. Jó magam, Pápi Dóra vagyok, a Kórei Kulturális Központ szóvivője, PR referense, és engedjék meg, hogy néhány szót szóljak magáról az intézményről, és a hamarosan nyíló kiállításunkra. Olyan egyedülálló kóreai kortárs kiállításra még nem volt példa Magyarországon, ahol 9 kóreai képzőművész mutatkozott be, közel 1200 négyzetméteren. Mint láthatják, a munkálatokat már megkezdték, hogy az április 30-ai hivatalos megnyitó ünnepségre elkészüljenek az alkotások felállításával, melyek május 2-től 2 hónapon keresztül tekinthetők meg ingyenesen. A tárlat méretére enged következtetni az is, hogy a 9 kiállító művész közül 3-an, illetve programigazgatójuk, és még 2 technikus is hazánkba érkezett, hogy közel 2 hétig csak a munkálatokkal foglalkozzanak. Kórea és Magyarország kapcsolata az elmúlt évtizedekben egyre szorosabbra fűződött. 1989-ben a keleti blokkból először Magyarország vette fel a diplomáciai kapcsolatot a Kóreai Köztársasággal. A nemzetközi diplomáciai és gazdasági partnerségen túl több közös megállapodás is kötetett a két ország közt. A tavaly februárban nyílt Kóreai Kulturális Központ megalakulásával pedig kulturális szinten is elmélyült a kapcsolat a két ország közt. Intézményünk legfőbb célja, hogy megismertesse és népszerűsítse a kóreai kultúrát Magyarországon. Továbbá, hogy lehetőséget biztosítson a két ország művészének tapasztalatcseréjére, jövőbeli közös együttműködésük segítésére. Az elmúlt 1 év alatt számos kóreai művészeti programot szerveztünk a központban, például tradicionális kóreai koncerteket, táncelőadásokat, kóreai harcművészeti bemutatókat, filmhetet és kiállításokat. Tavaly októberben pedig először mutattunk be olyan tárlatot, melyen egyidejűleg kóreai és magyar művészek alkotásait tekinthettek meg látogatóink, mely koncepcióból azóta sikerült hagyományt teremtenünk. A Kóreai Kulturális, Sport és Turisztikai Minisztérium támogatásának köszönhetően New York, Sydney és London után Budapesten is megcsodálhatják a Kóreai Nemzeti Művészeti Stúdió 9 művészének alkotásait. A vendéglátóvárosokban minden alkalommal más témát dolgoz fel az alkotócsoport. Hazánkban a Lánchíd ihlette meg a képzőművészeket, merre mint a két ország kulturális és művészeti területét összekötő szimbólumra tekintenek. Ezt a kapcsolatot kívánjuk erősíteni egy közös szakmai kortárs művészeti találkozóval április 30-án délután. De engedjék meg, hogy átadjam a szót dr. Erős Istvánnak, aki magyar szemmel méltatja a kortárs kóreai képzőművészetet. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket! Magyar szemmel, de inkább azt mondanám, hogy magyar képzőművész szemével, hiszen kortárs művészetről lévén szó kóreairól, tehát én inkább ebből az aspektusból közelíteném meg. Korea történelme innen nézve eléggé összemosódik, és ez így van rendben Japán és Kína történelmével, hisz évezredeken, évszázadokon át egyfajta közvetítő szerepet töltött be a két kultúra között. Sőt, a 20. század is elég történelme is elég turbulensnek mondható, ami értelemszerűen kihatott a képzőművészetre is. A törés, mármint ebből a szempontból valahol a 70-es, 80-as évek körül történt meg, amikor ez a gazdasági csoda, ami a gazdasági robbanás, ami bekövetkezett az országba, értelemszerűen rányomta a bélyegét a művészetre, ezen belül a képzőművészetre is. Ez központi intenció volt, tehát kultúrpolitikai intenció volt, mégpedig azt, hogy megtalálni azt a képzőművészeti formanyelvet, ami nyugaton is dekódolható, illetve tematikában is egy olyan érdekes és izgalmas
témával tudjanak megjelenni a nemzetközi szakmai erőtérben, ami figyelemre méltó. Ez a gazdasági robbanás, amiről az előbb szóltam, ez oda vezetett, hogy úgy szociálisan, struktúrálva, mint kulturálisan az ország nagyon sokféle, tehát az urbánus és a rurális tér között néha pár kilométer van, de évszázadoknak tűnik ez. Nem mondom szándékosan, hogy fejlettségi szintben, mert ez nem áll már meg a helyét. Ezek az óriási különbségek, ezek különböző kérdésfelvetéseket generálnak, hisz egy metropolis, egy felhőkarcolók tövében élő és egy másfajta generáció, aki ugye nem érte meg ennek a gazdasági csoda előtti történelmi részét az országban, teljesen más probléma felvetéssel operál, amint itt a kiállításon is, amint ízelítőt kaptam, mert látni fogjuk, hisz az elidegenedés, a metropolis problémája az teljesen más, mint egy kis hegyi zsákfalú problémája. És megjegyzem, ott is vannak művészeti központok. És ez a fantasztikus számunkra, hogy sikerült megvalósítani azt, nyilván, hogy a központ a Szeulban van, meg a nagyon metropoliszokban, de sikerült azt is valamilyen módon megoldani, hogy ennek a rurális életnek a problematikája is reprezentálna a legnagyobb kortárs művészet. Amint említettem, az állam nem csak intencióval, hanem anyagilag is nagyban segítette a művészeti életet, és segíti mai napig. Kezdetekben különböző ösztöndíjakat adott korai művészeknek, hogy nyugaton tanulhassanak, illetve Japánban. Tehát egyfajta kommunikációs híd létrejöhessen. Későbbiekben rezidens programok révén külföldi művészeket hívott meg, és hív meg mai napig. 95 óta jelen van már a Velencei Biennálén és minden jelentős nemzetközi fórumon egy karakteres, határozott arca. Gyakorlatilag havonta épül egy új kortárs művészeti múzeum, először a metropoliszokban, kisebb városokban és most már egyre több helyen. Emellett a magántőke is felfedezte ezt az óriási lehetőséget, tehát magángalériák hencsegnek Szeulban, sőt, Szeul mellett van egy ilyen kis falu, ahol csak galériák vannak, zöld nevű beruházásként. Különböző biennálék jelennek meg évről évre, a legfontosabb, amiről ugye mi még nyugaton is hallottunk, az a Csvámcső és a Buzán biennálé. De emellett van egy olyan biennálé, ami a világon egyedülálló, amelyik a természet és művészet viszonyát hivatott vizsgálni, és két évente rendez meg egy nemzetközi keresztmetszet, rendezi meg egy keresztmetszet bemutatását. Tehát egy szóval azt mondhatnám, hogy irigylésre méltó, ahogy a pezseg a kortárs művészeti élet kórjában. Ez nagyban ugye most ebben a recesszióban nyugaton élünk, ez felerősödik ez az irigység érzés, de hát reméljük, hogy ez elmúlik. Egyben ez a kiélezett helyzet, vagy az érdekes helyzet, arra azt generál egyfajta együttműködést, hisz nagyon szívesen mennek nyugatról most keletre. És ugye ez a kiállítás is annak példája, hogy van élő együttműködés. Néhány szót még szeretnék mondani a magyar kortárs művészet és a koreai kortárs művészetről. Amint említettem, jó magam már kétszer voltam hivatalos a Gongcsú Biennálére, és az ott szerzett kapcsolatok révén sikerült ebben már 2007-ben egy kortárs magyar művészetet kivinni Dengzsongba. Később a 35 év alatti grafikusoknak szerveztünk magyar kiállítást. Ennek párja megvalósult Budapesten, tehát mind a két kiállításnak volt párja is Budapesten, a Rádi utcai kiállítóhelyeken. És erre a biennálére most a tavalyi évben négy magyar meghívott, sőt,
hallgatóink asszisztenségként működtek közben a Biennale időszakában, tehát ez is jelzi egyfajta kapcsolatnak a kiépülését, nem beszélve erről a koreai kulturális központról, ami a jövőben gondolom még ilyen kapcsolatokat jelent. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm István! Most pedig kérem, hallgassák meg Császári Anton Múzeum programigazgatóját, aki magukról a művészekről, a művészeti stúdióról, az ösztöndíjprogramokról és a kiállításokról fog beszélni. Különlegessége, hogy koreai nyelven fog előadni önöknek. Aki esetleg nem tudna koreaiul, kolléganőim galaxi teveket osztanak ki, és magyarul nyomon követhetik a teljes előadást. Anyázia! 민평대 미술관 고양창덕스튜디오 프로그램 매니저 최승현입니다. 제가 헝가리어를 못해서 굉장히 죄송하고요. 우선 준비해온 텍스트 읽으면서 설명해 드리겠습니다. 하죠, 전에 연영 프레스의 마녀로 라면이고 이러시면 되겠습니다. 국립현대 미술관 창작스튜디오는 아티스트 인 레지던시 프로그램을 제공하는 한국의 대표적 창작 공간으로서 지난 10여 년간 50개국 500여 명 이상의 출신 작가들을 배출하며 우리 시대의 미래를 이끌어갈 전도 유명한 국내외 작가들의 작품과 활동을 다각적으로 지원해왔습니다. 자유로운 실험 공간과 합리적 환경, 다양한 작가 참여 프로그램 등을 통해 창작 활동에 열정을 쏟고 있는 작가들이 저마다의 역량을 발휘하고 새로운 영감을 충전할 수 있도록 끊임없이 방법을 모색하는 한편 창작 스튜디오를 기반으로 보다 폭넓은 네트워크 확충의 발판을 가질 수 있도록 국내외 교류 역시 활발히 이어가고 있습니다. 부다페스트 소재의 주 헝가리 한국문화원을 무대로 개최되는 이번 전시 Another Chain Bridge는 뉴욕, 런던, 시드니에 이어 네 번째로 마련된 국립 창작 스튜디오와 해외 한국문화원이 연계 전시로 한국 현대미술이 현재를 현지에 소개하고 그 저력과 독창성을 알리는 뜻깊은 행사입니다. Another Chain Bridge라는 전시 제목은 도나우강을 사이에 두고 분리되어 있었던 부다와 페스트를 부다페스트라는 하나의 도시로 통합시켜준 사슬다리를 귀감삼아 한국헝가리 간 문화예술교류의 가교를 구축하는 데 있어 본 전시가 그 초석이 되기를 바라는 희망을 담고 있습니다. 서로 다른 속성을 지닌 두 대상 간의 교류는 섞임 혹은 혼합이 아닌 이해와 협력을 통한 보다 나은 가치 창출을 목적으로 합니다. 또한 이러한 교류를 위한 첫 시도라고 할 수 있는 것은 다름 아닌 자기소개와 보여주기 그리고 다가가기일 것입니다. 따라서 Another Chain Bridge는 현지 한국 현대사회의 단면을 창작 스튜디오 입출신 작가들의 독창적 시각을 통해 현지에 소개함으로써 양국 간의 실질적 교류를 위한 단초를 제공하고 이를 통해 국제사회가 함께 고민하는 문제들 혹은 당면과제들을 각자의 문화를 기반으로 성찰하는 계기를 마련하여 긍정적 교류 활동의 기반을 다져보자는 의도를 바탕으로 기획되었습니다. 본 전시에는 예술이라는 투명한 시선을 통해 사회나 현상, 환경 등의 단편을 소재로 취하여 인간의 사회의 본질적 관계와 존재의 근본에 대해 고민하는 9명의 개성 넘치는 작가들이 참여합니다. 금혜원 작가는 도시의 표면과 이면에 존재하는 위장된 진실과 현상을 통해 도시가 지닌 역설적 조화를 탐구하고 그곳에서 인류의 보편적 삶의 모습을 발견합니다. 한국화 기법을 통해 우리의 정취를 담은 유쾌한 풍경의 작품들을 보여주는 김민주 작가는 한 화면에 서로 다른 시공간이나 등장인물의 역할을 모호하게 조합함으로써 일탈과 상상의 유의를 유도합니다. 김지민 작가는 현대 소비문화의 상징이라고 할 수 있는 상품인 라벨을 작품의 주재료로 사용함으로써 화려한 색채와 형태 너머에 담긴 세상의 모순과 조화에 대해 이야기합니다. 박승훈 작가의 사진작업은 역사와 기억의 흔적을 따라 대상을 찾아가 촬영하고 이를 옷감을 역대 조합하여 기록하는 사적 감상의 여행 일지와도 같습니다. 서민정 작가는 도자, 영상, 조각, 드로잉 등 다양한 매체를 기반으로 존재의 본질과 속성에 대해 끊임없이 질문을 던짐으로써 외적 요인에 의해 만들어진 일상의 관념들을 깨고 적극적 자의적인 소통을 시도합니다. 이현숙 작가는 실제 사실과 사실로 기억되는 사실 그리고 축적된 기억 사이의 모호한 경계와 속성에 대해 관심을 갖고 그것이 현실에 미치는 영향을
삶과 예술에 대한 사유작용을 통해 풀어냅니다. 전소정 작가는 삶과 예술의 경계에 서 있는 개인의 일상과 모습을 작품에 담아 현실과 이상, 전통과 현대, 고독과 동경을 오가는 예술가로서의 고뇌와 갈등을 공감각적으로 투영시킵니다. 조소희 작가는 보잘것없는 일상생활의 가벼운 재료에 반복과 직접의 작업을 지속적으로 가함으로써 시간의 흐름을 타고 서서히 증식해가는 중간 상태를 거쳐 종국에는 도달하게 될 존재의 무거운 가치와 속성을 표현합니다. 그리고 천대광 작가는 특정 장소나 공간에 얽힌 역사, 지리, 인문 등의 텍스트를 연구 분석하여 그 결과로서 작품을 제작하며 이는 관객들이 오감을 통해 경험됩니다. 소통과 교류는 이제 더 이상 새로운 과제가 아닙니다. 물리적 한계를 좁히며 점점 가까워져가는 인류의 거리만큼 더불어 살아감은 당연한 미덕이 되었습니다. 따라서 이번 전시가 동서냉전 와해를 선도했던 한국 헝가리 간 외교 수립의 의의와 가치를 다시 한번 되새길 수 있는 기회가 되기를 기대하며 국립현대미술관 창작 스튜디오 입출신 작가들의 우수성과 한국 현대미술이 응축된 에너지를 보다 넓은 세상에 알릴 수 있는 가슴 뛰는 축제가 되기를 바랍니다. 감사합니다. arra is szívesen várjuk Önöket ide a központba. Én úgy gondolom, lehet tanulni, igen. Én úgy gondolom, hogy ha Önök szeretnének feltenni bármilyen kérdést, akkor mint a programigazgatóhölgyhöz, mint Erős Istvánhoz, mint jó magamhoz várjuk szívesen, és segítségünkre lesz három kolléganő, akik kiválóan beszélnek kóreul és magyarul is, úgyhogy amennyiben a hölgytől szeretnének kérdezni, tolmácsot tudunk. Sikérdemet addig hagyom ezettől, és emelőttől szeretnék megkérdezni, hogy én Japánban voltam Kabuki Színház előadáson, ami végül is nagyon távol állt a magyar kultúrától, azok a szimbólumok, amelyeket ők használnak, azok meglehetősen távol állnak. Most az érdekel engem, hogy egy ilyen több ezer éves kultúra, mint a koreai kultúra, az mennyire befogadható nyelven beszél hozzánk, hogy magyar szemmel ez mennyire érthető. Most vizuális nyelvről beszélünk. Érthető. Talán a bevezetőben említettem is, hogy általában az ázsiai vagy más kultúrkörből a nemzetközi szintére betörni vágyó kultúráknak ez egy problémája. Tehát mi az a kódrendszer, amivel ők meg tudják értetni magukat vizuális nyelvben? És mi az a kis egyéni íz, amit megtartanak ebben az előbb említett ezer éves kultúrában. Tehát a szerencsés eset az, ami ugye akár az indiai, akár a kínai kortárs művészetben markánsan jelenik, de a koreaiban is, amikor ez a bizonyos több ezer éves kultúrának a hatása érezhető, és azok bele van kódolva, akár a tartalmi rész, akár a formai részben, tehát egy olyan egyensúlyt tudnak eltalálni, ami bárhol nyugaton dekódolható, viszont az egyéni ízét az karakteresen érzi. Én azt hiszem, hogy az a első rangú kortárs művészet Koreában, amely részt vesznek különböző nemzetközi seregszemlélyen, nyilván a kurátori munkának köszönhetően ilyenek. Tehát abszolút érthetjük, viszont az a probléma felvetés, ami Koreában érdekes, az is át tud jönni. Legalábbis ugye a Velencei Biennálnél meg ilyen nagyobb kiállításokon Európában is ilyen művekkel találkoztam. Tehát tehát nem cél az, hogy olyan forma nyelven beszéljünk, ami már érthető és a nyugati kultúra alapított ki magának. Tehát kettős. Tehát egy a pengelyében való táncolás, és ezért teszi ennyire izgalmas ezt. Egyébként a mostanó koreai kortárs kiállítás fókuszában az emberek közötti kapcsolat fog állni az alapvető kérdések, úgyhogy majd fogok is tartani önöknek egy körbevezetést, ahol már egy kis ízelítőt kaphatnak, már kiállításra került tárgyakból, és megtekinthetik azt, hogy a művészek éppen hogyan készülnek.
tárlat felállítására, mert ugye, mint már említettem, közel két hétig dolgoznak itt nálunk, hogy minden tökéletes legyen a 30. Az alkotóművészek mennyi időt töltött el Magyarországon? Most érkeztek pár nappal ezelőtt, összességében két hetet töltünk. Az előző kérdéshez csatlakoznék még, hogy esetleg zárul tudna említeni olyan példákat, ahol ezt a bizonyos pengeillen táncolást tudjuk megfigyelni, hogy még éppen befogadható a nyugati kultúra és a vizuális közegben nevelkedettek számára, de már így kapaszkodnunk kell egy kicsit és megpróbálni közelíteni. Tehát, hogy látunk ennek itt konkrét példáit. Itt mondjuk ezen a kiállításra nem szívesen beszélni, mert nincs kész, tehát erre tudom alakozni. Akkor korábbi tapasztalataira. Ide még annyit, talán annyit még hozzáfűznék, hogy ez a dekorolási probléma, ez akár Ázsiában, akár Japánban is létezhet, mégpedig ez generációs probléma. Tehát egy metropoliszban élő fiatal generáció, aki ugye a média kapcsán tekintetét New York felé fordította, néha ő maga sem képes értelmezni a szülei, illetve a nagyszüleinek a mondandóját. Épp ezért Japánban külön szavuk van a két generációra. Van a mi generációnak, és van az én generáció. Azt hiszem, ez nagyon szépen és plasztikusan kifejezi azt a törést, ami ez a gazdasági robbanás idézett. Ami ez a példa lehetne mondjuk erre azt hiszem a célszerűbb a Namjoon Park példáját hozni, hisz ő egy olyan koreai művész, akit az egész világ ismer. És ő épp ezt a kulturális törésvonalat mentén való tapogatózást tűzte ki céljául. Hisz ő ugye köztudottan médiális dolgokkal foglalkozott, épp ennek a technikai robbanásnak a mentén. És ezt nagyon autentikusan és tisztán tudta alkalmazni. De például ez egy képzőművészeti és vizuális csemege volt számomra, amikor egy gánai koporsó készítővel közösen állított ki, és a különböző Mercedes autó formájú koporsóba helyezte el az ő munkáit. Tehát itt egy olyan kulturális interaktusnak a szálait boncolgatta, ami tulajdonképpen erről szólt, ami a képviselő.